Corleone, 1969. december 10-e. A főnökök főnöke. 5. rész. Tereza! Az égiek nyitva hagyták a vízcsapot. Azt hiszem meghűltem. Biagio! Mi a baj, Tereza? Mi a baj? Rosszul vagy? Azt hiszem, itt az idő. Szaladj a bábáért. Jó van, megyek. Gyorsan, siess! Már is itt vagyunk. Binnu! Nézd, milyen jól áll neki az egyenruha. Mint egy igazi fakabát. Káló, tudod, hogy az agyamra mész? Mi az? Mitől vagy ideges? Ha Badalamenti nem parancsol rád, még mindig a nightclubban ülsz. Te tényleg csupa ideg vagy, Damiano? Vagy nincs ínyedre a társaság? Toto, mondd meg neki, hogy ha idegeskedik, rossz vége lesz. Én nem idegeskedek. Csak bujkál bennem valami influenza. Na jó, menjünk. Ne feledjétek, csak akkor lőtök, ha én mondom. Így csak akkor lesz baj, ha mi azt akarjuk. Semmi baj, édesem. Csak légy nagyon bátor, és egy-kettő túl leszünk rajta. Viszont túl sokan vagyunk ide bent. Biagio, gyere szépen. Mi most kimegyünk. Ne, szerelmem, maradj itt. Mi csak útban vagyunk. Te csak ne félj semmitől. Itt leszek kint, és várlak. Nagyon szeretlek. Én is téged. Biagio, kisfiam, gyere már. Rajta, nyomjad. Nyomjad, lelkem, ezt nagyon jól csinálod. Ez az, ne hagyd abba. Mindjárt túl szívem. Vagyunk rajta. Még egy kicsit rajta. Attilio Bolzoni és Giuseppe D'Avanzo művenyomán a forgatókönyvet írta Stefano Bises, Claudio Fava és Domenico Starnone. Fényképezte Federico Maziero és Daniele Nanuzzi. Zene Luigi Saviroli. Rendezte Enzo Monteleone és Alexis Sweet. Oké, jönnek. Jó estét. Mindenképpen beszélnünk kell Michele Cavatajó úrral. Miért? Mi történt? Százados úr, igazán nem kellett volna. Sok a duma. Ugye nem akarsz meghalni? Nem, nem akarok meghalni. Helyes. Nézd meg oda. Thank you.
gyilkos rohadék. Most eljössz. Calogero-t el kell vinnünk. Nem jöhetnek rá, hogy közünk volt ehhez. Kisfiú! Fiú lett! Hogy vagy, szerelme? Jól. Milyen gyönyörű. Jaj, de picike. Fogd csak meg. Nem merem, félek, hogy fáj neki. Jaj, de hogy fáj neki, vedd csak el. Jó. Gyere a papához. Én vagyok az apukád. Gyönyörű kisfiú. Köszönöm, szerelmem. Gyönyörű kisfiút adtál nekem. Mész a mamához. Jól van. Visszaadlak a mamát. Szüksége. Szép helye lesz. Mindig ide süt a nap. Mit csinálsz? Calogero sírjára köpsz. Te ölted meg a barátomat. És most még le is köped a sírját? Csak Badalamenti miatt élsz még. Itt vagy, ki senki vagy. Ő meghalt, és te élsz. Miért nem te? Miért nem te dögöltél meg? Kelj fel, te macsak! Már dolgozol, Csicsó? A halál éjjel se pihen, őrmester. És az élet sem. Az éjjel megszületett a fiam. Gratulálok, uram, önnek és a feleségének. Ahogy mondják, egy elmegy, egy születik. Miért? Ki halt meg ma éjjel? Senki, eltelenül jött, úgy is ment el. Na, Isten áldja, és még egyszer gratulálok. Viszontlátásra.
Rendőr főnök úr. Igen. Skyola ügyész úr van itt. Á, államügyész úr. Látom, újra kezdték. Igen. Hány évig tartott a nyugalom? Ilyen vérfürdőt évek óta nem rendeztek. Kavatája volt a célpont? Igen. És mi történt? A részleteket még nem tisztáztuk. Valószínűleg 5-6 felfegyverzett férfi követte el. Tüzeltek mindenre, ami mozgott. Ezeket vigyék be a laborba. Mangano, kérem, gyorsan oldja meg ezt az ügyet. A Moncada csoport hatalmas építőcég. Azonnal futnak Rómához. Róma meg kit vesz elő? Csekéségemet. Igyekszem. Boris? Boris, Giuliano felügyelő. Scaglione államügyész. Örvendek. Mit tud mondani az esetről? Nem tudom. Nekem túl sok itt a vég. Hát persze. 7 halott egyetlen éjszaka alatt. Majd nézze meg a holnapi sajtót. Minden esetre állok a rendelkezésükre. Köszönjük. Tájékoztassanak. Úgy lesz. Jó munkát. Köszönjük. Mangano, ezt nézze meg. Tehát Cavatayú egy pisztolyjal és egy puskával lőtt, de a pisztolygolyókat nem találjuk sehol. Furcsa, nézze csak. Látja a vérfoltot? Valakit eltalált a pisztolyjal, és az a földre zuhant. Mire gondol? Hogy nem 6 halottunk van, hanem 7. Csak épp a 7. felkelt és elment. Ezt a sétáló hullát jó volna megtalálni. Ő a koronatanú. Ne! Hadd lássam szépen magasra. Tanárnő, magasabbra, gyorsan. Velük gyakorolok. Tempósabban, nagyon jó lányok, futás! Tanárnő, kérem, önt keresik, valaki önért jött. Kislányok, tartsunk egy kis szünetet? Igen! Mi történt? Calogero meghalt. Sajnálom, Ninetta. Ne tartsd magadban a fájdalmat. Okolj csak te is engem, mint Arcangela. Előbb neki mondtad el, és nekem csak utána. Így volt könnyebb. Hol van a holttest? Biztos helyen van, békében nyugszik. Nem hagyhatom, hogy a bátyám egy szemétdombon végezze. Ha másért, nem anyámért. Nem fogják háborgatni. Ezt mondd meg anyádnak. És te hogy vagy? Én jól vagyok, de te szerelmem. Most el kell mennem, de visszajövök. Elmész, visszajössz. 2 percet itt töltesz, 3-at ott. Úgy csinálsz, mint a korlátlan időnk volna. Totó, az idő telik. Más az én koromban már férjhez ment. Sőt, már gyereket is szült. Csak az állatok fialnak felelőtlenül. De mi nem. A mi gyerekeink nem szenvednek hiányt. Egy keveset még várnod kell. Életem végéig várok rá. Előbb a kutyákat rács mögé küldöm. Aztán nyalhatják a talpamat. A palermóiak, meg mindenki. 2 törlöm beléjük a lábam. Először magamért, másodszor Kalóért. Téged is megölnek. Engem ugyan nem. Ha tehát szilárd hittel készen álltok, s vállaljátok-e nemes feladatot, újítsátok most meg keresztségi fogadalmatokat. Mondjatok ellent a gonosznak, és valljátok meg hiteteket Jézus Krisztusban.
Ellene mondasz-e a sátánnak? Ellene mondok. És minden cselekedetének? Ellene mondok. És minden pompájának? Ellene mondok. Akarjátok-e hát, hogy Antonio felvegye a keresztséget a katolikus anyaszentegyház rítusa szerint, melynek mindannyian hívei vagyunk? Igen. Igen. Akarjuk. Antonio, megkeresztellek az atyának, a fiúnak és Szent Léleknek nevében. Ja, Istenem, de aranyos. Drágám. Mint hogy csak téged látnálak, kisfiam. Na persze, most még nevetsz, de te leszel a következő. Azért azt nem sietem el. Na mi az? Mit csináltok, lányok? Semmi, csak fecsegünk. Mi történt Bagarelláiknál? Állítólag meghalt egy távoli rokonuk, Venezuelában. Nagyon szerethették azt a távoli rokont. Giuseppe! Ah, Silvio! Remek gyerek ez! Luciano, nem lepsz meg vele karácsonyra? Csak csínyán a dicséretekkel, Tano. A végén még a fejébe száll. Tutót nem olyan fából farag te. Nem így van, Tutó? Ma este nagyon résen kell lennünk. Ki tudja, mit akarnak a nyakunkba varni a Cavatajó ügyből. És mi közünk nekünk a Cavatajó ügyhöz? Bravo, Tutó. Miért nem hagyod ott Lucianettut? Légy az én emberem. Meglátod, akkor csupa jó dolog történik veled. Hát eddig csak a bajt hoztátok Totóra. Szegény Calogero. A te embered bűne, hogy meghalt. Nagy mocskot csinált. Az én embereim nem hibázták volna el. Nem, senki nem tehet róla. Mind Isten kezében vagyunk. Hogy vagy, öreg? Kösz. Egyél csak azt. Gráciai. Már annyit ettem. Kóstolj meg. Kóstolj. Sajnálom. Egyetek csak amennyi belétek. Töltenél nekem egy kóstolj. Kóstolj meg. Egyél sajtot is, barátom. Hát ez meg micsoda. Egyél csak. Nőj nagyra. Ebben még van is. Ez nagyon fontos. Hadd szóljak pár szót, barátaim. Ígyunk most Mikéle Cavatajóra, Isten nyugosztalja. Mikéle Cavatajóra. Cavatajóra. Mikéle tüzes lelkű lobbanékony ember volt, bizony. Mit is határoztunk el a legutóbbi találkozónkon? A legutóbbi alkalommal megállapodtunk, hogy Mikéle Cavatajót mindennek ellenére életben hagyjuk. Most pedig? Ha akad köztetek olyan, aki tudja, ki volt, kiszegte meg az esküjét, az beszéljen. Esküszöm nektek. Ha rájövök, hogy ki ölte meg Mikéle Cavatajót, azzal én végzek. Ezzel a két kezemmel. Erre semmi szükség, Tano. Tano, nyugodj meg. Én egész más miatt aggódom. Cavatajó meggyilkolása azt jelzi, hogy itt egyesek nagyobb szeletet akarnak kiharapni a tortából. Most miért néztek így rám? Én csak egy szegény rokkant vagyok. Egy szegény rokkant? Te talán az vagy, de az emberei túl gyorsan akarnak célba érni. És aki ennyire rohan, az el is hasalhat, és megütheti magát. Mi Corleoneiek, nem sietünk. Aki siet, az nem lát semmit. Márpedig itt tisztán kell látnunk. Nem csak közelre, távolra is. Cavatajó gyilkosa nem közülünk való. És ki az? Azt én nem tudhatom. De az biztos, hogy jobban kell figyelnünk a vidékiekre. A vidéki családok elégedetlenek. És az ugolódás csúnya dolgokhoz vezet. A csúnya dolgokért valaki megfizet. Pepe, kérlek. Mi Krisztina? Így van, igazából. Barátaim, szólnék én is néhány szót. Így van. Megállapodtunk, hogy Cavatajót életben hagyjuk. De most, hogy már halott, mit évők legyünk?
Folytassuk a vérontást. Érdeklődéssel hallgattam, amit Rina mondott. Egy erőskezű tanácsra van szükségünk, amely tesz róla, hogy a jövőben hasonló otromba dolgok ne történhessenek. Há, persze. Na és mondja, kit raknál ebbe az erőskezű tanácsba? Ha? Csak nem magadra gondoltál? Nem, dehogy. Ez nem az én asztalom. Há. De vannak itt arra méltó emberek, akik nem ijednek meg a saját árnyékuktól. Na persze. Így igaz. Jól beszélsz, Massino. Ne idegeskedjetek, át a szépségnek. Jó, itt vagyok mindenkinek. Erlegyet, majd. Minden jót, Dikriszti. Vigyázz magadra. Minden jót. Tutó? Jól beszéltél. Köszönöm, Don Massino. Luciardone szépen kikupált. Hallom, sok támogató barátot szereztél. Itt és máshol. A jó természetem. Azt teszem, amit mondanak nekem. És igyekszem jól csinálni. Tudom. Tano is ezt mondta. Hát ez meg... A fekete elegáns. Isten vele, Don Massino. Mi van, nem tudsz aludni? Rosszabb vagy, mint a gyerek. Ne haragudj. Mi a baj? Mangano kapitány megkért, hogy menjek vele Palermóba. Palermóba? Próbáld megérteni. Egy ilyen lehetőséget nem szalaszthatok el. És te is kapnál munkát. Több a lehetőség. Minuzzónak is hasznára válna. Ne szédíts engem, Biagio, hiszen jól ismerlek. Csak Rinát akarod elkapni. Mondd, mit tehetnék. Ez a munkám. Hát nem éppen erre gondoltam, amikor arra kértelek, hogy hagyjuk itt örökre Corleone-t. De nem számít. Melletted állok, szerelmem. Add ide, segítek megírni azt a kérelmet. Hogy is kezdjük? Alulírót, Biagioscuro. Imádom, Tereza, bolondulásig. Mindig csak bolondozol te. Köszönöm, szerelmem. Ezt. Na jól van, lássuk ehhez, mit szólsz. Oh. Hát nem lehet így játszani. Azért ültem le az asztalhoz, mert azt hittem veled kártyázom. És nem a fiatal. A fiatal ember túl erős ellenfél. Te tanítottál a játékra. Mindent én tanítottam neked, mert apádra aztán várhatnál. Antoninóra mindannyian nagyon büszkék lehetünk. Azért is mondom, hogy ennél az asztalnál két képviselő is ül. A másik a leendő képviselő úr, Antonino Caruso. A papa szemefénye. Ó, ez az. Tanácsos úr, egy fiatal ember keresi bizonyos Totorinát. Bocsássatok meg. Sajnos egyesek nem ismerik az illendőséget. Menj csak. Nem volna szabad ide jönnöd. Milyen szép ez a festmény. Elfelejtetted, hogy én vagyok a keresztény demokraták egyik vezetője? Te meg törvényen kívüli vagy. Mit akarsz? Fontos vendégeim vannak. Ez a festmény nagyon szép. Igen, nagyon szép, Totó. Valljuk be őszintén, Vito. Nem értesz te semmit az ilyen dolgokhoz. Legalább annyira, mint én. Mindketten tudjuk, honnan jöttünk, és csak egy nyelven értünk. A pénz nyelvén, és a hatalomén. Tudom, hogy összeszedtél némi pénzt. Keveset. A milliárdokból, amit a palermói építkezésekbe folyatnak, mi csak filléreket látunk. Totó, ha nagy pénzekre vágysz, ahhoz sokkal több pénz kell. Megszerezzük, amiatt neked ne fájjon a fejed. Csak semmi őrültség. A Via Lelációi eset sokakat felbőszített. A Via Leláció? Nem is tudtam, hogy van ilyen nevű utca. Mi történt ott? Felrobbantottak egy bankot? Hát jó, azt mondod, nem tudod, de én igen. És jól tudják a feletteseim is. Vito, egy ilyen derék embernek nem lehetnek felettesei. Vezetésre születtél.
Már most is vezető vagyok. Akkor vezess még több embert. Miért nem vagy te a polgármester? Felejtsd el a fontos embereket. Ma itt vannak, holnap meg amott. Gondolj inkább a földieidre. Mi is építeni akarunk. De akarunk szállni az építkezésekbe, nem segítesz? Nagy kár volna. Szedd össze a pénzt, Otto. Aztán beszélhetünk. A pénz meg lesz, amiatt ne aggódj. Vito, igen, mi van? A gyereknek ki kell mennie. Nem veszed zokon? Ugyan, parancsoljatok a folyosó végén. Jól van, Vito, én megyek. Még találkozunk. Jó napot! Ó, jó napot! Na mi az, Nitto? Csak nem megijedtél. Dehogy, őrmester, csak kicsit elgondolkoztam. Mivel szolgálhatok? Semmivel. Csak kíváncsi vagyok. Tudom, hogy december 10-én éjjel volt egy temetés. Nekem nem rémlik. De nekem igen. Igen? Megnézhetem a regisztert? Hogyne. Tessék. Parancsoljon. Silano, Fricicci, Di Stefano és Ferdinando Galasso. Nálunk rend van, higgy el. Az helyes. Köszönöm, Nitto. Csak a dolgomat végzem. És arra mérget vehet, hogy 10-én éjjel senkit sem temettek el. Toto, ezt kóstold meg? Nem, most nem. Mi az, hogy nem? Ezt meg kell kóstolnod. Pont olyan lett, mint az anyámé. Pont, mint otthon. Na? Nem túl sok benne a fokhagyma. Azt mondod? Na és mit gondolsz? Tetszik a tervem? Nem, Toto, nem. Tudod, hogy mifelénk nem szokás embereket rabolni. Északon még csak hagyján, de Szicíliában ez nem divat. És először Lucianeduval kell megbeszélnünk. Á, Luciano jól el van Milánóban a klubjaiban. Magunkra kell gondolnunk. Nekünk pénz kell, de gyorsan. Ki kell nőnünk magunkat. Be akarok kerülni a tanácsba, Vinno. A nagy üzleteket ott kötik. Amiről te beszélsz, ahhoz mi kevesek vagyunk. Majd most megerősödünk. Toto, szaglásznak Calogero után. Ha szaglásznak, intézzétek el, akit kell. Senki sem zavarhatja Calogerót. Értettem. Mit akart? Otthoni bosszúságok. Biagio, ugye? Calogero után szimatol. Zavatkozott. Jobb volna, ha vendéglőből hozatnánk az ételt, nem? Az éttermi kaja nekem mindig savat csinál. Halló. Kapitány úr, Skiro vagyok. Híreim vannak. Á, Biagio, nekem is van egy a számodra. Akkor kezdem én. Tényleg ők rendezték a vérfürdőt, a Corleone-iek. Kíváncsi rá, ki hagyta ott a fogát? Calogero Bagarella. Biztos vagy ebben? Este már biztos leszek benne. Nem, nem, Biagio, este hazamész a feleségedhez és a fiadhoz. Megmondod, hogy holnap Palermóba jössz, hétfőn pedig szolgálatra jelentkezel. Világos? Ugyanis áthelyeztek. Már is, kapitány úr? Hogy lehetséges ez? Minden követ megmozgattam. Majd ha találkozunk, személyesen elmondod, hogy mire jutottál. De ajánlom, hogy ma este menj haza és aludd ki magad. Megértetted? Igen, értettem, uram. Skira? Hallgatom, uram. Ez parancsolt. A parancsai csak hétfőtől teljesítem. Ma este még eltávozásom vagyok. Minden jót és szép napot. Szerintem nagy hülyeséget csinálunk. Akkor maradtál volna otthon. Tessék, ez lesz az. Ez a sír 10-én üres volt. Most viszont egy kereszt állít, név nélkül. A földet emlékhánytak rá. Hát akkor rajta. Lássuk, mi van benne. Ez a Silvio. Grr!
a fene? Ez Chicho Conillo. A sírású. Nézd meg ki a másik. Ő az. Bagarella. Bagarellát már elvitték innen. Helyette itt hagyták Nitto Capezzanót. A városházán dolgozott. Ezek nem hagynak tanukat. Miben mesterkedsz, Toto? Ciancimino panaszkodott. Azt mondja, felelőtlen vagy, és az otthonában keresed meg. Palermóban bonyolultak a dolgok. Ha azt akarod, hogy tiszteljenek, meg kell mutatnod nekik. Mit forgatsz a fejedben? Szeretnék egy kis pénzt gyűjteni. És hogyan? Ahogy ti csináljátok éjszakon. Emberrablással. De éjszakon pénz is van. A családok fizetnek, a rendőrök meg fütyülnek rá. Csak a túsz maradjon életben. Majd vigyázunk, hogy a hajaszála se görbüljön. A palermóiak mérgesek lesznek. Nem akarnak zsarukat a nyakukra. Magasról teszek rájuk. Mintha nem tudnád. A pénz mindenkinek kell. Még neked is. Osztozzunk, Luciano. Ahogy mindig is tettük. A palermóiakat le kell szerelnünk. Látod, új tanácsot állítanak fel. Nem kell ezeknek tudniuk semmiről. Amúgy meg ki lesz a tagja ennek a tanácsnak? Bontade, Badalamenti, Inzerillo. És talán még én is. Nagyszerű. Tedd meg, amit kell. Ne legyen benne hiba. És tájékoztass. Elvégre egy család vagyunk. Hogyne. A mezítlábasok családja. Szólt a mamának. Mindig szólt fogad. Jó neked, hogy Palermóba mész. Ugye nem felejted el, mit ígértél? Amint lehet, áthelyeztetsz. Végre megszabadultam tőled, te meg jönnél utánam. Mindent elkövetek. Igyekszem. Na, ölej meg. Hogy tudom, ki nélkületek? Jó nagy gyerekek! Odaérünk, telefonálunk! Legyetek jók, ciao! Mi a cseresz? Az úr vigyázzon rátok! Az úr oltalmazzon! Bevétom! Jó napot! Jó napot! Szóval, mit szólsz? Hogy tetszik? Tetszik? Igen. Belátom, nem épp egy palota. De ha fehérre festjük a falakat, felteszünk pár szép függönyt elválasztónak, rögtön lesz hálószobánk és nappalink is. A konyha meg nem is rossz. Jó nagy, nem? Igen, az jó nagy. Szerelmem, ez csak átmeneti megoldás. Hamar találunk jobbat, megígérem. Hát, ha neki megfelel. Na, mit mondasz? Jó lesz itt? Minuzzo, jó lesz itt? Azt mondta, igen. Csak bíz bennem, Teresa. Én bízom. Különben hozzád sem mentem volna. Nyírkos a lakás, a gyerek már meg is fázott. Azt mondták, van itt egy kolléga, aki segít jobbat keresni. De ugye nem Cagnone az? De. Cagnone miért? Cagnone, hogy is mondjam, egy kissé szétszórt. Az egész város tele van ilyenekkel, a rendőrség meg pláne. Biagio, mondd, hány gyereked van? Egy. Egy fiam. Nekem is vannak srácaim, nem könnyű összeegyeztetni a családot és a munkát. Csak várja, míg megismered, az őrületbe kergeti az ember. De ügyes fiú. Hát akkor ünnepeljük meg, hogy végre itt van köztünk. Egy kávéhoz mit szólna, kapitány? Nem, köszönöm, talán később. Scaglionéhoz kell mennünk. Látod, én mondtam. Ah, Scaglionéhoz. Hát akkor sok szerencsét. Köszönjük. Viszontlátásra. Úgy gondoljuk, tudjuk, ki áll a vérfürdő mögött. Ligio, Rina és Provenzano. Azon dolgozunk, mint látja, hogy mi hamarabb összeállítsuk a Cavatayú ügy aktáját. Ha sikerül, talán rájövünk, ki örökölte az üzletét. Skiro végzett egy kis nyomozást. És mondd el, Skiro, mire jöttél rá? Rendben. Államügyész úr, a lövöldözés során a Corleonei banda egy fontos tagja életét vesztette. Mégpedig Calogero Bagarella. A Corleoneiek két embert öltek meg, hogy titokban tartsák a sírhelyét.
Arra gondoltunk, hogy nyomást gyakorolunk az egész Bagarella családra. Helyes. Szép munka, Mangano. Legyünk mindig derülátók. Óvatosak, de derülátók. Tudják, valahogy úgy érzem, hogy a város élete változóban van. Sőt, mi többi avulóban. Mindenkinek nagyon köszönöm. És hatalmas megtiszteltetés, hogy polgármestere lehetek ennek a csodálatos városnak. És csak azt kívánom, hogy az Isten áldja meg mindannyiukat. Mire tárgyaltak zárt ajtók mögött a tanáccsal? Nem mondhatok egyebet, mint hogy hosszan tárgyaltunk. Hogy veszik fel a harcot a maffiával? Hölgyeim és uraim, a sajtótájékoztatónak vége. Vége. Kérem, válaszoljon! Megszerelte? Már nem kell sok. Beszéltem Lee Joe-val. És mit mondott? Hogy csak csináljuk. Áldását adta rá. Hát azok meg kicsodák. Megfelelő emberre volt szükségünk. És azok nagyon is rátermettek. Négy dolgot bíztam rájuk, jól elvégezték. Gyertek csak. Bino azt mondja, beváltatok. Nekem olyan ember kell, aki teszi, amit mondok, és nem kérdez. Csak mutasson rá, és szitává lövöm. Ezt a gyöngyszemet nemrég szereztem. Az ember hozzáír, és már soroz is. Ez itt Pocket Coffee szemefénye. És a kölyök kicsoda? Az unokaöcsém most tanulja a szakmát. Hogy hívnak, fiú? Bino-nak hívják. Jó fiú, én tanítom. Még iskolába is járt. Olyan szép lába van, mint egy balerinának, amúgy Scarpulcédának hívjuk. Ide hallgass. Pocket Coffee. Aki nekem akar dolgozni, az ne beszéljen sokat. Azt mondom neked, menj el Binnu barátomhoz. És végezz vele. Mit csinálsz? Kivégzem. Próbálj meg sietni. Kapjátok el. Mozgás. Gyerünk! Ide, ide! Passzolj! Oh. Oké, okay. Meg lesz. Antonino. Antonino. Az apukát küldött. Látod, ott vár. Szevasztok. Gyere, menjünk a bocsihoz. Focista leszel, igaz? Jól teszed. Jó. Hozzátok! Nincs semmi baj, Gyugi. Neki a bár! Mozgass befelé! A francba. Toto, ezt nézd meg. Mattarella képviselő. Amint megtudta, hogy elraboltuk a gyereket, megszakadt a szíve. Beadta a kulcsot. Lesz meg. Hogy lehet? Ennyire szerette a kölköt. Ő volt a keresztapja. Hát, nyugodjon békében. És mikor fizetnek? Nem sokára. Húsvétig le kell zárnunk az ügyet. Csáncsi Minu szerint Badalamenti eszi a kefét. Beszélni akar veled is Lee Joe-val. És Lee Joe mit mond? Lee Joe azt mondja, ez a te ügyed. A végén Lucianeddu csak megérti. Az én ügyeimhez neki semmi köze. Skiro! Most hallom, hogy nyírkosak a falak a lakásodban. Hogy lehetséges az? Nyírkos falak Palermóban. Skiro, ne bízz Manganóban és Giulianóban. A gondodban fordulj hozzám. Há? Lehajt, hogy becsapjanak. A lakást akarsz, meg is veheted magadnak. Pillérekért megkapod. Az én fizetésemből, uram.
Hogy képzeli államügyész úr? Te csak bízz rám magad, és meglátod, hamar megoldjuk. Nem lesz rá panaszod. Ha? És ne feledd, ha adódik egy lehetőség, azt meg kell ragadni. Egyet értünk? Hogyne, tökéletesen. Toto, engem a lovak idegen hagynak. Nekem ez a ház tetszik. Nézd csak meg. Minden szobának más színe van. Hát nem gyönyörű? Tanno, barátom, ez nem is egy ház, hanem valóságos palota. És ezt még nem is láttad, gyere. A freskókat én magam rendeltem meg. Nem semmi, mi? Fényűző. Meg egy medencét is csináltatok. Na nem magamnak, én még úszni se tudok. Nektek, a barátoknak. Ha eljöttök hozzám, felfrissíthetitek magatokat. Ha megnősülsz és lesznek gyerekek, azokat is idehozok fürdeni. Érted már? Köszönöm, Don Tano. Hadd próbáljam ki ezt a csillárt. Ahhoz, hogy mindezt élvezhessük, csendben és nyugodtan kell dolgoznunk. Ki rabolta el a gyereket? Nem tudom, Don Tano. Lidzsó volt? Már nálunk is kezdi az ember rablást? Nem, az én földieim ilyesmit nem tesznek. Ilyet csak egy idegen csinálhat. De kinek van bátorsága elrabolni Antonio Caruso-t? Hiszek neked, Toto. De néhány barátomat iszonyúan dühíti a dolog, tudod? Például? Di Krisztinát. Hiszen ismered. Tudod, milyen heves, rögtön tüzet okád. És Bontáde is elég szabos, hogy Calderónét ne is említsen. Ezért kérlek, mondd ezt el Lichónak. Mondd meg neki, hogy ilyesmit nálunk senki sem csinálhat. Megmondok én bármit, amit csak akar. Én meg üzenem a barátainak, hogy mi korleóneiek, tudjuk, mi a dolgunk. Én tudom, hogy jó gyerekek vagytok, és szorgalmasak is. De csak vigyázzatok. Kedvellek téged, Toto. De ha átversz, azt nagyon megbánod. Ugye értesz? Mérnök úr, hogy dolgoznak a munkásai? Ó, remekül. Minden rendben? A tervek szerint haladunk, uram. Ő, mint láthatja, most ezt a szárnyat alakítjuk át, remélem gyorsan végzünk vele. Antonio! 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 Merre vagy? Antonio! Biztos, hogy ezt a mezőt mondták? Antonio! Antonio! Hallasz minket? Antonio! Antonio! Ott van. Antonio! Ott van! Ott van! Igen, ott van! Ott megy! Ott fut! Antonio! Antonio! Állj meg! Antonio, állj meg! Antonio! Állj már állj meg! Antonio, ne szaladj! Antonio! Antonio! Barátok vagyunk. Nyugodj meg, Antonio. Gyere ide. Már nincs semmi baj. Már nem kell félni. Most szépen hazaviszünk. Most már hazamehetsz. Pont ilyenkor kellett találkoznunk. Ilyenkor az utcán csak jámbor keresztények vannak. Minden reggel beszélek az úrral. Ő pedig feloldoz a bűneim alól. A legnagyobb bűnöm mindig te vagy. Nem értelek, Vito. Miben mesterkedsz? Polgármester voltál. Most meg már nem vagy az. Foglalkozz a magad dolgával, az egyémet bízd csak rám. Te nem bírsz megmaradni a helyeden. A helyemért én megdolgoztam. Pénzt akartál? Hát megszereztem a pénzt. Ideje, hogy megnyisd az utat, vagy a kapukat előttem. És mindenki nagyon boldog lesz. Ezzel csak te leszel boldog. Más boldog arcot még nem láttam. És Kajona mindent tud. Te ringeti, tehát mindent tud. Na és akkor? Ha tudja, majd elfelejti. És ha magától nem felejti el, majd mi segítünk, hogy ne emlékezzen rá. Scaione a köztársaság államügyésze. És mi közöm nekem a köztársasághoz? Van olasz, akit még érdekel? Téged érdekel, Vito? Mióta vagy republikánus? 1971. május 5-e. Indulhatunk. Vigyen a bíróság. Igen, államügyész úr.
művel ez a barom? Magyar hangok. Dányi Krisztián, Széles Tamás, Törtei Tünde, Kéri Kitti, Barabás Kis Zoltán, Dolmány Attila, Láng Balázs, Gyürki István, Kofler Gizi, Németh Kriszta, Starenki Pál, Faragó András, Ince József, Beratin Gábor, Rajkai Zoltán, Juhász György, Gubányi György, Hágen Imre. Szerkesztő Fábián Noémi. Magyar szöveg Schulz Ádám. Hangmérnök Sebestyén Dezső, vágó Mohácsi Nóra. Gyártásvezető Kun Márta. Szinkronrendező Mohácsi Emil. A szinkron a Duna Televízió megbízásából a Liget stúdióban készült.